A Doriszt 24-8 szögű lemezkével játsszák, amelyen négy mezőben három szint osztottak el minden lehetséges kombinációban. A Doriszt játszhatják párban is, de rakosgathatja egyedül is a játékos. A szabály csak az, hogy szint színhez kell illeszteni. Kreatív és biztos lefoglal, úgyhogy nem rossz játék. Megdolgoztassa az agyunkat, lefoglal. Érdekes, színes. Először is megpróbálunk valamit kirakni, aminek valami alakzatot, és utána jön a színkombináció, ami csak az zavaró benne, hogy színre, semmi más. A Szabadkai Politechnika Iskola tavaly is részt vett a versenyen. Idén több mint 30 diák próbálta ki tudását. Gyáci zainteresztően, de iskázsú svoje spôsobnosti u vizuálnoj percepcii, u slaganiu boja i u pravljeniu oblika. Tako da je takmičenje izuzetno uspješno, gyáci su izuzetno nadareni, talentovani. Szerbiában még nem hozzáférhető a játék, ezért a diákok előre nem is tudnak a versenyre készülni. Egyelőre az Amerikai Egyesült Államokban lehet megvásárolni a játékot, mintegy 100 euróért. A játék kitalálója, megalkotója közvetlenül hozza a kockákat, és a gyerekek nem tudnak felkészülni, de szerintem nincs is szükség, hogy felkészüljenek, mert ez a játék úgy van összeállítva, hogy nem kell semmilyen előzetes felkészülés. Temesváron és Szegeden is tartottak már Doriszt versenyt, Vajdaságban pedig mintegy 12 páros középiskolájában rendezték meg az ÉSZ Fesztivált. A 10 tagú zsűri a verseny során megalkotott formákról készített fényképek alapján fog döntést hozni. A legjobbak június 24-én Újvidéken mérhetik összetudásukat.